Ünnepélyes keretek között átadták december 14-én délelőtt az Izsáki úti kerékpárutat, amit a kerékpárosok már több mint 4 hónapja használnak. A kerékpárút fejlesztés Kiskörös és Tabdi között című topos projekt több mint 450 millió forintból valósult meg. Kiskörös fő közlekedési útjai mellett ott voltak már a kerékpárutak az 53-as útnál, és még itt az 5301-esen, ahol egyébként nyugodtan elmondhatjuk, hogy a legtöbb külterületi lakos él, nem volt kerékpárút. Ezért is óriási nagy jelentősége van ennek a kerékpárútnak, hogy a gyerekek, a szülők, a dolgozni járó, külterületen élő kerékpárúton biztonsággal tudnak most már Kiskörösre bejönni, dolgozni. Az átadó ünnepségen Font Sándor, térségünk országgyűlési képviselője elmondta, hogy Kiskörös és térsége már mondhatni egy kerékpárút nagyhatalom. Most már, hiszen Kiskunhalastól indulva Soltvadkert, majd ide Kiskörösre érkezvén, most már egy leágazással is, de tovább haladva egészen Soltig lehet eljutni, hiszen nemrég adtuk át az utolsó szakaszát a akasztói Halascsárda és Solt területét összekötő kerékpárutat, és ez a rendszer is erre csatlakozik rá. Közel 50 kilométeres az a szerteágazó kerékpárút hálózat, amelyen védett területen a szabadidő sportot űzők és a hobbi kerékpárosok most már kerékpározhatnak. Rideg László elmondta, hogy a Bács-Kiskun megyei közgyűlés csak úgy, mint az előző uniós ciklusban 100 milliárd forintos kerettel rendelkezik, melyből a kerékpárutak fejlesztésére is fordítanak majd. Beadjuk a topos keretre Keceltől a kerékpárút folytatását déli irányba Császártöltésig, majd Császártöltéstől tovább a Hajósi pincékig is, és onnan pedig már rendelkezésre áll egy újabb 7 kilométeres szakasz az 54-es út mentén, illetve befelé Hajós városába is. Tehát ismét lehetőség lesz további kerékpárutakat használni mindenkinek, akinek ez a hobbija, és ez hozzájárul nyilván az egészségéhez is mindenkinek, aki ezen tekerni fog majd. Kiemelte, hogy a kerékpárutas összeköttetés nem csak a Duna mentén valósul meg, hiszen épül a Tiszán átívelő kerékpárút is.